Türelem, türelem. Mindenki látni fog mindent? Józsi, ülj! Mire van szükségem ehhez a kísérlethez? Figyelj te! Nem csak vízre! Nem csak vízre! Tiszta vízre van szükségem. Tiszta vízre. És mire? Hintőporra. Mit fogok ezzel a hintőporral csinálni? Bebotolod a vizet. Ezt. Jó, be hintőporozom ezt a tiszta vizet. És mit csináltam vele? Bekoszoltam, igaz? Igen. Mint a cigányok, mikor szoktak szállítani, és vízkoszos lesz. Hát nem csak mi emberek, mindenki, aki nem figyel oda a tisztaságra. De azért odafigyelünk legközelebb, igaz? Igen. Ezt megoldozunk. Figyelem, nem? Nem, figyeltem, hogy ki volt. Anna, gyere Anna. Ő nem tolongott, nem kiabált, és elengedjük ide Annát. Anna, arra lesz szükségem, hogy először is az ujjacskádat dugja addig bele, míg nem húzottok egy picit hátra. Jó, látni fogtok úgy is. Dugd bele az ujjad ide a hintő poros vízbe, és húzd ki. Mi történt? Rajta maradt a hintőpor az ujjacskádon. Na most akkor hozok egy szalvétát, letörölöm az ujjadon, mert utána... És olyan, mint a hintőpor. És ott maradt a hintőpor tetején egy kis lyuk. Bekoszoltuk a vizet, igaz? Na most megnézzük, hogyha koszos a kezünk, és kint homokozunk a homokozóba, és ha rátesszük a szappant, Annát kértem, akkor hogyan fog viselkedni a szappan és a víz, meg ez a kosz. Jó, erősen bekerem. Úgy, ügyesen. És most próbáld meg Anna beletenni óvatosan. Figyelj! Nem van. Egy kicsi rajta. Mi történt? Ott maradt a lyuk. Ott maradt a lyuk, biztos? Mindenképpen. Sok szappannak. Sok szappan volt rajta? Hát akkor nagyon. Te szerintetek? Azt nézzük meg, hogy annál a lyuknál, ahol van szappan, a háromszög, aminél nincs szappan, az meg kerek. Annál ez karikát, meg háromszög. Ez háromszög alakulat, az meg kör alakulat. Ez háromszög. Bizony. Ezt egy kicsit nem tudom, hogy miért történt. Ha megyek, ezt megcsinálom. Meg kéne próbálnunk majd még egyszer. Én is kipróbálhatom. Mert egyszer olyan szépen sikerült, és ez most nem volt olyan túl sikeres. De képzeljétek el, hogy a szappan leoldja a kezetekről a piszkot, a szennyeződést, és akkor ilyen szépen leoldja, hogy a vízben is. Jaj, na neked is teszek egy kicsit. Tedd az ujjadat bele. Ott, ahol a szappan van, nézzétek, látod? Ahol a szappan... Nézd csak, várjál, hadd cseppentsek csak így bele. Figyelj, mi történik ott. Anna Mária, vegyétek el. Vedd már el az ujjadat egy picikét. A szappan feloldja, látjátok a koszt a víz tetejéről. Már így öntöttem bele, gyerekek. Most annyi mindenkinek nem szappanozom ezt a kezét. Nézzétek, most nézzétek meg, mi történt. Itt, ahol nincs szappan, ott nem oldja föl a koszt, a szennyeződést a víz tetejéről. De itt, ahol szappan cseppentettünk bele, látod, mekkora nagy területen már kitisztult a víz? Igen. Mert a szappan feloldotta a szennyeződést a víz tetejéről. Itt pedig csak ott marad az apró pici lyuk, az új, Anna ujjacskájának a helye. Látjátok? Csak kialakul ez a kísérlet is. Ha türelmesek vagyunk, és várunk türelmesen. És csöndben vagyunk. Látjátok, hogy feloldotta itt a szappan. Tetszett nektek ez a kísérlet? Hát nagyon örülök. De ezután most kimegyünk a vízhez, a mosdóba. És akkor mit csinálunk? Kezet mosunk, igaz? És akkor mindenki kap a kezére szappant, jó? Hogy meg tudjuk alaposan tisztítani a kezünket, jó? Na, tapsoljuk meg a mutatókat! Otthon élet próbálni nyugodtan a kísérleteket, jó?